Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön a második része a fegyverválasztás lövéses videónak. Már rég meg kellett volna csinálnom, tudom, lusta voltam, nincs rá mentségem, csak az, hogy lusta voltam. Nos, most viszont konkrét technikákat fogtok majd látni lövésről, és fegyver tényekről Battlefieldben, amiket nem én találtam ki, amik léteznek Battlefieldben, és le kell nyelni a békát, hogy ezek vannak, és ennek megfelelően kell megtanulni azt a bizonyos játékot, hogy miért kerülsz most már erre sorra, erre a videóra, mert jönnek így a kérdések, és jönnek a kommentek, hogy ez hogy, vagy az hogy, hogy csinálom, és csak akkor már megmutatok, hogy én hogy csinálom azokat a bizonyos dolgokat, hogy ne a levegőbe beszéljek, ugye már nagyon régóta tudjátok, hogy régóta gémelek, és számomra, ami mostanra kialakult az én lövés technikám, az már is sok játéknek az együtt hatása, összegyúrva, és én ezt használom a Battlefield-en belül. Egy kicsit ellentétes azzal mondjuk, amit mondjuk X-Factor tanít a lövésről Battlefield-en kapcsolatban, vagy level-ke. Egy kicsit más, hasonlatos, de megvan egy sajátos technikám, és hogyha tetszik, akkor hajrá. Csak akkor lemaradj itt a videónál, dobj egy lájkot, tudjátok mi a dolgotok, hagyjatok egy kommentet, főleg akkor adjatok egy kommentet, mert tudom, hogy kiszoktam hagyni bizonyos dolgokat a videóból, úgyhogy akkor azt egészítsétek ti ki, akik jól tudtok lőni Battlefieldben. Ez nagyon fontos, ezt nagyon kérném, hogy egészítsétek ki. De most jöjjenek saját technikák. Direkt választottam a kis pesenget, mostanában egyébként nagyon szeretem ezt a fegyvert, de ezzel nehéz lőni ugye távolra, és az egyik fő kérdés az, hogy hogyan tudok távolra lőni, mert hogy mitől olyan stabil a fegyverem távolra. Ne, még mielőtt arra rátérnek, jön a közeltávú csata nálam. Amit le kell nyelni, az egyik béka harcnál. Hogyha ilyen közel van az ellenfél. Mikor fog tudni legyőzni az ellenfelet, hogyha egy olyan fegyvere van, aminek a golyószórása sokkal gyorsabb, mint a tiéd, akkor le fog tudni lőni teljesen. Mindegy, nozumba, vagy olyan fegyvere van, ami golyószorása gyorsabb és jól is céloz, le fog tudni lőni. Nincs ping, nincs reflex, teljesen mindegy, le fog tudni lőni, főleg, hogy a te fegyvered lassabban lő. Nos, ezt a békát le kell nyerni. Hogyan lehet esélyed mégis, hogy megnyerd ezt a csatát? Akkor mondjuk így, hogy esetleg egy hangyányi esélyed, mert a Battlefieldben a kulcsa, hogy legyőzd az ellenfeled, az a meglepetés ereje. Tehát ezt nem lehet kiemelni. Ötvesz, ez a nagy piros betű villog a fejed fölött. Úgy győz le az ellenfelet, hogy meglepet, hogy hátába mész, hogy csapdát állítasz neki, stb. Így tudod megnyerni a csatákat. De ugye vannak Operation Locker és Metro című pályák, ahol aztán igazából hentelni megyünk, és akkor hogyan tudunk győzni mégis talán egy olyan fegyverrel szembe, ami gyorsabban lő, kihasználva azt, hogy az ellenfeled nem tud annyira jól célozni közel távra. Hogyan használtasd ki vele azt, hogy ő nem tud jól lőni közeltávra. Háromfajta játékos van, hogyha közeltávra kerül az ellenfél, akkor az egyik az így próbál lekövetni, a másik az már ügyesebb, az mozog, és van egy harmadik példa, ami legritkábban látok, amit én is szeretek alkalmazni, az két technika van, tehát ha meglátom az ellenfelet, kijövök sorom, hogy ott az ellenfél, az első az, hogy én így bekerülök mögé. Tehát eleve így kezdem el lőni. Bekerülök mögé. Ez az én trükköm a nagyon közel távra. Ha például az van, hogy ott egy ellenfél, na, bocsánat, tehát itt vagyok egy sarok mögött, ott az ellenfél, oké? Okay? Kijövök a sarok mögül, ott egy ellenfél, akkor vissza a sarok mögé. Tehát addig megyek lőve, természetesen, amíg visszaérek a fedezéken mögé, de hát akkor viszont egy SA-t nyomok, vagy SD-t nyomok. Tehát mindegy, hogy melyik. A lényeg az, hogy egy ívbe tegyem meg azt a kört, és ne, tehát minél távolabb kerülök, annál kisebb felületet kell eltalálnia, annál nehezebb lesz neki, nekem pedig alkalmat ad egy precízebb célzásom, hogyha közel mész az ellenféltől, közel elkezdesz rólni, meglepődsz, és elkezdesz lőni, jobb esetben eltalálod elsőre, de rosszabb esetben mellé lősz. És azért szoktam hátrálni, számomra egy megnyugtató dolog, hogy jobban el tudom találni az ellenfelet, ennyi. És az ellenfelnek is egy kisebb felületet kell találni, de akkor te összeszedheted magad, és elkezdheted precízen megsorozni. Nos, ez az én közeltávú technikám. Csinálja mindenki, ahogy szeretné, én így szoktam csinálni. Látjátok, hogy videókban, hogy játszom, tudjátok, hogy lövöm. Ti értetek hozzá, hogy ez beválik-e, vagy sem. Nos. Távolra lövős technika, a passeng egy nehéz fegyver, nehéz vele lőni távolra, ezért is ezt hoztam, hogy lássátok, hogy megy
a dolog igazából, és meg ki lehet kivitelezni. Ott van az a ez már kezdődik egy távolra, talán, hát nem, talán ez, talán már ez kezdődik egy távolra. Mit csinálok én, hogy távolra kell lőni? Tehát ez már az a távolság, ugye, amit azért már távolnak nevezünk talán Battlefield-en belül. Szóval itt a mi kis pesengünk, mit csinálunk? Összekötjük a golyókat. Pesenge esetében, mert a többi light machine gunnál nem így van, tehát a többi light machine gunnál azért 5 golyóként. Tehát amit látjátok, 3 golyó. Tehát 3 golyó az, ami segít abban, hogy... 3 golyó. Mindig 3 golyó az, ami távolra... 3 golyót összekötsz folyamatában. Miért kell összekötni folyamatában? Nézzétek a fegyver végét no zoomban. Van az a kilengés. Na ez megvan, hogyha lősz akkor is. Elkezdesz lőni, ez a kilengés elkezdi fölvenni a fegyveredet. Ha lőnek rád, akkor a fegyvered egy ilyen ívet fog leírni. Ha mozogsz, fegyveret kileng, ezek együtt hatása mind okozza azt, hogy ne 3 golyóból lőd le az ellenfél, hanem 15-ből. És akkor dönt az, hogy hogyan tudod összekötni azokat a bizonyos golyókat. Én már szoktam mozogni lövés közben, ez kotbetegség. A Battlefield játékosok nincsenek hozzászokva. A Battlefield játékos, aki profin akar lőni, ha figyelitek akár level cap-et vagy X-Factor-t is, ők tipikus Battlefield játékosok, kurva jó játékosok, de ugye az ő trükkjük ez, fut, megáll, lesoroz, fut, megáll, lesoroz. Ennél precízebb technika nincsen Battlefield-en belül, és amikor lehetőségem van rá, én is ezt alkalmazom, mert ez a legprecízebb, legjobb technika. Futsz, megállsz, lelövöd. Futsz, megállsz, lelövöd. Ez a legjobb technika Battlefield-en belül lőni. Van a másik, amikor nincs meg az a luxus, hogy megálljál. És ez már belém ivódott, tehát én ezt használom mindig. Nem állok meg egy percet sem, mert nem akarom megadni azt a kényelmet a csipásnak, hogy fejbe találjon. Annál a megállás, mert vannak olyan prócsipások, hogy nekik elég ennyi, hogy lelőjenek, ugye? Miközben te ott lövöd az ellenfel, én már így szoktam csinálni. Van az a kilengés, de már de közelre is összekötöm a golyókat, tehát ez a különbség, tehát egy Battlefield játékos fut, megáll, lő, soroz, hogy sorozni tudjon, és visszafogja az LMG-t. Visszafogja az egérrel, hogy az a bizonyos golyószórás, ez a golyószórás, hogy megy föl így a fej, az ne legyen meg. Tehát fut, megáll, egeret visszafog, lő. Kiváló technika. Nincs vele baj. Csak ugye megvan a beszél, hogy fejbe találnak. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy nem állok meg. Tehát futok, meglátom az ellenfelet, lövöm. De a különbség e között, hogy én nem sorozok, mindig összekötöm a lövést. Azért kötöm össze, hogy tudjak precízen lőni. A fontos, hogy ráér ez a ritmusra. A ritmus az, ami engedi azt, hogy gyorsan lőj. És nem állok meg, hogy a csipásnak nehezebb legyen el találni. Tehát gyakorlatilag nehéz legyen a dolga eltalálni, és legalább egy kicsit. Tudom, hogy nem nehéz eltalálni, de legalább egy kicsit. És legalább egy kicsit az ellenfeled ne találjon el, aki veled szemben van, hogy már mozogsz, félre mozogsz, és ez egy perseng, ezzel nehéz lőni, úgy gondolom. Tehát ez azért talán az egyik legnehezebb lőni Battlefield-en belül, bár találtam még ettől is durvá fegyvert, amivel a célzás szinte lehetetlen, főleg ha Red Sight van rajta, vagy bármilyen szkóp. Na mindegy. A kurva távoli célpontokra két szabály van, ne lőj rá, vagy ha lősz rá, akkor azt már tényleg stabilan kell. Bár én már még itt is mozgok, ez kódbetegség, de Battlefield-nél mégis viszont hasznosan jön. Tehát kb. Ez, amikor kurva pont. Amikor biztosnak gondolod a célt, akkor lősz. És ugye hát be kell mérni a távolságot, mert ezeknél is van egy kis golyóejtés, de ennyibe fog kerülni, hogy lelőd az ellenfeleidet gyakorlatilag. És...
De összekötöd az a egy ritmusa van a lövésnek, azokat összekötöd, és hogyha kurva precíz vagy, akkor kénytelen vagy leállni. És engedni mindig, hogy a fegyvered visszajön. Nem beszélve ugye, hogy egy kicsit előre is célzol, és úgy fogod tudni lőni. De engedned kell, hogy visszajön a fegyvered, és meg kell állj. Szinte meg kell állj. Tehát én néha még akkor is mozgok. De látjátok, mennyivel pontotlan vagyok, de megszoktam, hogy mozgok, szóval ez a baj. De hogyha precízen akarsz lőni, meg kell állj, és engedned kell, hogy belefusson a golyóba az a bizonyos játékos. Szóval, ja, ez a trükkje. És azért mutattam a light machine gunokkal, mert ezekkel nehezebb lőni játékon belül. Ennyi lett van, ez a nagy csoda. És amint mondom, amire figyelned kell, hogyha nem tudsz jól lőni távolra, hogy a fegyverednek kilengése van, ha lőnek rád, így fog kilengeni a fegyvered, ha mozogsz. A fegyver kileng. Ha így mozogsz, mindenhogy kileng a fegyver. Ez megnehezíti a lövést, és ezért kerül 10-15 golyóba egy ellenfélelés, és nem 3 golyóba. De, mint mondtam, te döntöd el, hogy ezt használod, te döntöd el, hogy azt használod, de látjátok, reflexzőrűsű futok, már nyomom előre a izét. Szóval, te döntöd el, hogy ezt használod, mert ez egy effektív, gyorsan lelövő technika, vagy használod a másikat, hogy futsz, és már mész közben, mész ki oldalra. Tehát mind a kettő be lehet válni, az egyiknél jobban fogod vissza a fegyvert, és ügyelsz arra, hogyha ugye az én fajta technikámat használod, akkor hogyha futsz, közd össze a golyókat. Ne sorozd, hogy ne legyen túl nagy a golyószórás. Ennyi. Hogyha közelre van az ellenfél, megpróbálsz bekerülni háta mögé, és ami a még fontosabb, elkezded a lábát lőni, mert a lábá, a golyószórást ilyenkor nem tud visszafogni, mert az agyad nem mindig tud rá figyelni, ezért elkezd fölmenni a fegyvered, és szépen megy föl a golyószórás, és hogyha a lábától kezded el célozni, fölfelé megy a golyószórás, és végig sorozod a testét, és egyik. A trükk, ugye kodban mondtam azt, hogy ott valahova így kell célozni, hogy a fegyver vég, nem a célkeresztet kell, hanem a fegyver véget, hogy az fölfelé nézzem. Battlefieldben ez igazából annyira nem válik be. Itt inkább engedni kell, hogy a fegyver fölfelé sorozzon, mert fölfelé és vertikálisan van a golyószórás Battlefieldben a fegyvereknél. Mit kell nézni közeltávon, hogyha lőni kell? Látjátok, a négy vonalka, a célkeresztnek a kellős közepét nézem, ne használj laser sightot, mert lebuktat. Tudom, hogy könnyebb vele nózumba lőni, de lebuktat, és folyamatosan nyomkodni azt a bizonyos T gombot, vagy akármelyik gombot, amiben van odaállítva, hogy most kikapcsolom, most bekapcsolom, nagyon vagány, igen, tudom, de lebuktat. Egyszer felejted el kikapcsolni, vége a partinak. Lebukta. Ennyi. Az első az egy sötét helyet meglátom, és látom, hogy ott villog valami. Tudja, hogy a laser sightot lövöm. Tehát ha nem is látom az embert, a laser sightot fogom lőni. Úgyhogy nézd azt a bizonyos célkereszt közepét, és az első golyó, első két golyó célba fog találni. Az első a legprecízebb, a második már félrement, ha látjátok. Tehát a második már félrement. Az első a legprecízebb, második félremegy. És a harmadik elmegy mellette legtöbbször. A negyedik újra talál. Szóval nagyjából egy ilyen szisztémában kell gondolkodni Battlefield-el kapcsolatban. Úgyhogy ennyi lett volna a lövés nagy trükk. Remélem tanultatok valami hasznosat. És ugye itt most Light Machine Gunokkal lőttünk. Jöjjön a videó második része, ahol néhány olyan fegyvert mutatok be, amiről úgy gondolom, hogy segít megtanulni lőni Battlefield-en belül, segít megtanulni, hogy könnyen lőj, és hogy menjen neked ez a buli. Nos, jön a következő rész.